Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy szeret-e téged, gondol-e rád, visszatér-e hozzád, mit jelentesz számára. Egy általános hivetés. Mielőtt kiraknám a kártyákat, megemlíteném azt, hogy vannak új felvételeim, ahol mutatom a kártyákat. Van egy kis gyűjteményem, megmutatom, hogy melyik pakliban, hogy néznek ki a kártyák, akkor tudod, és ez segít a döntéseknél, hogy megvedd-e a kártyát, igen vagy sem. Azon kívül röviden mondom a kártyák jelentését is, tehát lehet egy kicsit tanulni is, ha valakit érdekel ez a téma. Mutatom a Lenormand kártyákat, a cigány kártyát, a kiper kártyákat, azon kívül a táró kártyákat. És most mutatom azt, hogy mi az üzenet, szeretett téged, gondol-e rád, visszatér-e hozzád. Itt látható egy lovas nő, tulajdonképpen bizonyos kártya csomagokban itt egy lovas férfi van. Mindegy, hogy ez most egy nő vagy egy férfi, az a lényeg ennél a kártyánál, hogy lesz mozgás. Valami vagy valaki útban van hozzád. Lesznek események, változások. Az is lehet, hogy te jössz mozgásba, és te közeledsz hozzá. Sőt, itt a gólyák jelentik a változásokat. Lehet, hogy változik a hozzáállásod, vagy az övé, vagy a környezetetekben változik valami. Itt a park jelenti a természetet, ez lehet egy kirándulás, mozgás a természetben, vagy jelentheti a nyilvánosságot is, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és ott fogtok találkozni. Itt a könyv jelenti a tudást, meg a tanulást, de azt is jelentheti, hogy ki akarsz adni egy könyvet, és ez a könyv megjelenik a nyilvánosságon. A könyv azt is jelentheti, hogy ő zárkózott volt eddig, de most lesz változás, mozgás, közeledés, és nyitott lesz tervekről beszélni. Itt látható a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, nőiességedet is, vagy egy meglepetést, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Ez lehet egy könyv, és meghívás, és találkoztuk a nyilvánosságon. Itt a kereszt jelenti a hitet, higgy ebben a találkozásban, ebben a szerelemben. A kereszt jelent egy találkozást is, amikor a sors utatok újra kereszteződik, vagy jelentheti a döntéseket, hiszen mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt kisüt a nap, megvan a vonzalom kettőtök között, megvan ez a kisugárzás, a melegség, a közeledés. Azon kívül a nap megvilágít valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy a nap megvilágít téged vagy őt, láthatóvá tesz téged, és az jelent egy találkozást. Itt a fa szimbolizálja a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Jelenti a türelmet is, légy türelmes, amíg bizonyos dolgok tisztázódnak. Ez eltarthat
augusztus vagy szeptember hónapig. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, lehet, hogy itt van a tudás, a tanulás, és ez a hivatásod, vagy az övé. Itt a kulcs jelenti a biztonság érzetét, a magabiztos fellépést. Használni fogjátok ezt a kulcsot, hiszen lezáródnak ezzel bizonyos témák vagy kapcsolatok. Egy időben kinyílik itt egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Megvan a vonzalom, lesz közeledés, lesz találkozás, lesznek változások. Itt a felhő jelenik meg a fejére, a tetejére fordulva, a feje tetejére fordulva. Tehát itt másképp kell látni bizonyos dolgokat. Valami még jelenleg átláthatatlannak tűnik, vagy visszatérnek bizonyos események, kapcsolatok, amit fél évvel ezelőtt átéltél. Lehet, hogy akkor zavart ez a helyzet, és ez zárt le, hiszen jelenleg itt már kisüt a nap, tisztázódnak ezek a dolgok. De az a fontos, hogy megfordítsuk ezt a kártyát, tehát valamit másképp kell nézni. 180 fokot fordítani a helyzeten. És ez volt a szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, hogy szeretett téged, gondol-e rád, visszatér-e hozzád. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!